Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Stúdió KB február 23-ai adását látják. A bűncselekmények áldozatainak napján szervezett prevenciós napot a Veszprémi Rendőrkapitányság. A programsorozattal kapcsolatban Orsós Károly őrnagy, Hebling Ernő és Tahin László alezredes adott tájékoztatást. Ki mit tud vetélkedőt szervez az Ircijárás Szociális Szolgáltató Központ és a Városi Nyugdíjas Klub, a felhívást követően a karitatív szervezetek képviselőit kérdeztük jótékonysági munkájukról. Kulturális ajánlót követő politikai rovatunkban a Jobbik Magyarországért mozgalom sajtótájékoztatójáról tudósítunk, ahol bemutatkozott Töreki Milán, a térség országgyűlési képviselőjelöltje. Az újévi sporthíradóban interjút láthatnak Németh Lászlóval, az Érci Teniszklub Sportegyesület elnökével, majd a legfrissebb sporthírek után a Bakonyi Természettudományi Múzeumba invitáljuk nézőinket, ahol madárlesen mottóval nyílt fotókiállítás. Jó szórakozást kívánunk! Csütörtökön ülésezett a képviselőtestület, vágatlan felvételünket pénteki műsorunkat követően vetítjük. Prevenciós napot szervezett a Veszprémi Rendőrkapitányság a bűncselekmények áldozatainak napja apropóján. Próbálunk a teljes életkori spektrumnak valamilyen prevenciós programot szolgáltatni a mai napon, óvodásoktól egészen a nyugdíjasokig, különböző helyszíneken. A központi rendezvény az itt van a Városházán, ahol két kollégám és én jó magam is előadást tartok. Ezek egy része tavaly felderített bűncselekmények bemutatása, ami mindenki számára tanulságos lehet. 2017. évben két igen komoly felderítése volt a kapitányságnak betöréses lopásokban. A korábbi években, szinte minden évben 140-150 lakásbetörés történt a kapitányság területén. Ez a 17-es évben 47-re csökkent. Azt gondoljuk, hogy ennek az egyik oka az az, hogy ezt a két betörőbandát sikerült kézre keríteni. Az első eset több évre visszatekintő bűncselekmény sorozat, úgynevezett fóliapressziós nyitásra nyitották a veszprémi 10 emeletes épületeknek a biztonsági ajtókkal és dupla biztonsági zárral ellátott high-tech ajtóit. Ezek az ajtók, ezek jelen pillanatban a legbiztonságosabb bejárati ajtók, szinte lehetetlen kinyitni őket, legalábbis mechanikusan bejutni rajtuk, azonban a gyenge pontjuk a zár, és ez a zár, ez egy teljesen új nyitási módszerrel, egy fóliapressziós nyitással, ami annyit takar, hogy egy teljes méretre felfúrt nyers kulcsot visznek magukkal az elkövetők, erre egy alufóliát simítanak rá, tolják be a zárba, és ezt követően egy-két percen belül tudják nyitni az ajtót. Ennek a bűnmegelőzési részével már hosszabb ideje foglalkozunk, és ezek a zárak nagy részben már lelettek cserélve, de még nem mindenhol. Nálunk Veszprémben is több ilyen cselekmény történt. Több hónapos nyomozás után jutottunk el egy budapesti pároshoz, akiket végül Veszprém határában bűncselekmény elkövetését tervezve állítottunk meg, és így meg is akadályoztuk az újabb bűncselekményt, és ez a budapesti páros jelen pillanatban több mint 40 ilyen lakásbetörésért felel, 12 megyében jártak, a megyei jogú városokat látogatták, általában óva gyorsan egyes számú utakon, strádákon el lehet jutni, majd ezt követően gyorsan lehet távozni. Aranyat, ékszert, készpénzt vittek magukkal. Őket 2017. augusztus hónapban fogtuk el egy szervezett akció keretében, azóta a börtönnek, a tömlőcnek a vendégszeretetét élvezik. A másik csapat az egy külföldi elkövetői kör, cseh betörőkkel kerültünk szembe. Ők egy nap alatt Veszprémben 8 lakásbetörést csináltak,
ők a délutáni sötétedéskor támadták a Veszprém határában lévő családi házakat, sorházakat, közelben nagyobb parkolókban álltak meg, és onnan indult az egyik elkövető. Ő az ingatlanoknak a hátsó teraszajtaját támadta, azt feszítette be, és szintén aranyékszer, készpénz, néhány esetben órát vitt magával. Veszprémben 8 ingatlan, mint ahogy mondtam, Sopronban 3, Győrbe 2, Pápán 3, Szombathelyen 8, összesen 24 lakásbetörést tudtunk eddig rájuk bizonyítani, őket pedig novemberben fogtuk meg, szintén egy szervezett akció keretében Győr megye területén, azt követően, hogy Pápán elkövették 3 lakásbetörést. A kommandósaink miután megállították őket, akkor a lakásbetörésből származott tárgyak is előkerültek, illetőleg más lakásbetörésekből származott tárgyak is. Vizsgáljuk még, hogy itt ők az országban hány bűncselekményt követhettek el ezen túlmenően, illetve azt is vizsgáljuk, hogy Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és Csehország területén mennyi cselekmény. Még a pestieknél sem nagyon értem, hogyha eljönnek Veszprémbe, akkor itt hogy választják ki a céljukat, de hogy Csehországból hogy utaznak ide, csak úgy hasraütve, hogy na most ez egy szép ház, azért töröm fel, vagy mi ennek az oka? A cseh betörők egyébként ebből a szempontból teljesen úgy gondolkodnak, mint a magyar betörők. Alapvetően egyébként a Google alkalmazás segítségével választották ki magukat a városrészeket. De elsődleges az volt, hogy szintén nagyobb városok, amit könnyű megközelíteni, és nagyon könnyű elhagyni. Általában körgyűrűvel rendelkező településeknél, ugye a körgyűrűre települnek a nagyobb cégek, illetőleg a bevásárlóközpontok, ezek parkolójába állnak az autóval, innen már gyalog indulnak, vagy ide térnek vissza, és innen igen gyorsan pár perc alatt a megyét el lehet hagyni szinte. Így választják ki a várost. Magát az ingatlanokat pedig nyilván például a cseh betörők, mind a magyar betörők is az ingatlanok külsejét nézik elsősorban. Azt nézik meg, hogy ez egy viszonylag jó módú polgárhoz tartozhat-e. Szeretik azokat az ingatlanokat, ahol dús növényzet van a környezetben. Az időpontválasztás az a sötétedéshez kapcsolódik. Hol Magyarországon, hogyha el kell sötétedni, azonnal a konyhában felkapcsolják az emberek a villanyt. Ahol nem kapcsolódik föl, ott valószínűleg nincsenek otthon, így gondolkodnak, ezt követően lecsöngetik a lakást, nem jön válasz, ha jön, akkor valamiféle előre eltervezett legendát adnak elő, ha nem jön válasz, akkor pedig megkerülik a házat és a hátsó teraszajtókat támadják, hiszen általában míg a bejárati ajtóra áldozunk, a teraszajtók azok műanyag nyilászárók, nem megfelelő zárral, egy egyszerű csavarhúzóval, hip-hop pillanatok alatt nyitható, és ezt követően pedig átúrják a lakást. A csehek emellett azért választották több esetben Magyarországot, mert, mint ahogy elmondták, például Szlovéniába, Ausztriába, Szlovákiába az emberek nem tartanak otthon készpénzt, maximum bankkártyát találnak. Míg Magyarországon nagyon sok helyen találnak készpénzt, és több helyről vittek is több 100 000 forintot így el. Hogyha ezeket figyelembe vesszük, akkor elég sok cselekményt meg lehetne előzni. Ráadásul Magyarországon még, amit hozzáketteni, nagyon kevés a riasztórendszer, illetőleg a felügyeleti szolgálatok is. Felügyeleti szolgálatokhoz is elég kevés van bekötve ezekből, és az emberek nem foglalkoznak a szomszédokkal. Bár volt egy eset, ahol tényleg a szomszéd otthon voltak, és végighallgatták a betörést, és nem tettek bejelentést, de hála Istennek azért vannak olyan polgárok, akik viszont telefonálnak a rendőrségre, hála Istennek vannak, akik áldoznak a kamerarendszerre, mint például a Veszprémváros, ahol egy jól kiépített kamerarendszer működik, így az elkövetők mozgását azért valamilyen szinten nyomon lehetett követni. Meg hát hála Istennek a kollégáimnak, akik nagyon sokat beletettek mind a két ügybe, hogy ezek az elkövetők kézre legyenek kerítve, és a veszprémi börtönnek a vendégszeretét élvezzék. Úgy szintén nagyon érdekes ügy volt az, amely kifejezetten az idős korosztályt érintette. Ugye a bűncselekmények elkövetési módozatainak számos válfaja van, nagyon széles a palettája. Ezen a palettán jelent meg, és hosszú évek óta jelen is van egy különleges módszer, ami termékbemutatókhoz kapcsolódik, különösen olyan termékbemutatókhoz, amelyet egészségügyi napnak vagy egészségügyi állapotfelmérésnek álcáznak. Egy ilyen ügyben folytatott a Veszprémi Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya tavaly évben is nyomozást, több rendbeli csalásbüntet megalapozott gyanúja miatt 5 személlyel szemben.
Az elsődleges adatok arról szóltak, még a nyomozás elején, hogy Veszprémben, egy belvárosi ingatlanban, ami egyébként nagyon közel volt a veszprémi rendőrkapitányság és a bíróság épületéhez, olyan egészségügyi napnak vagy egészségügyi állapot felmérésnek álcázott termékbemutató folyik, ahol a termékbemutató résztvevő egyébként kizárólag időskorú, nyugdíjaskorú személyeket családmódon vesznek rá a termékek megvásárlására. Széleskörű nyomozást indítottunk, és már az elején számos sértettet sikerült kihallgatnunk, és megállapítottuk, hogy valóban erről van szó. Egy látszott orvosi vizsgálatot követően, amelyet egyébként nem végzett orvos foganatosított, az ott termékbemutató jelenlévő nyugdíjasokat arról tájékoztatták, hogy rendkívül súlyos érrendszeri betegségben szenvednek, súlyos keringési problémáik vannak, és egyetlen egy megoldás létezik az ő számukra, hogy az ott a termékbemutatón felajánlott eszközöket megvásárolják, és azzal gyógyítsák magukat. Ezzel csak egyetlen egy probléma volt, hogy ezek a pár ezer forintos termékek, amelyeket egyébként online felületen is be lehet szerezni, ezeket 10-20-30 szoros áron értékesítettek, az egyébként ekkor már súlyos pszichés állapotban lévő nyugdíjasok számára, akikkel ugye azt közölték, hogy halál előtti állapotban vannak. A nyomozás során aztán az egyik ilyen termékbemutatón már a mi hatóságunk is megjelent, ahol sikerült elfogni a termékbemutatót foganatosító négy szemét, őket a kapitányságon gyanúsítottként ki is hallgattuk. A későbbi nyomozás során aztán megállapítottuk, hogy ki áll ennek a négy személynek a hátterében, tehát ki az igazi szervező, és ő volt az a 25 éves budapesti fiatal ember, akinek a neve alatt, akinek a vezetése alatt álló gazdasági társaság nevében ez a tevékenység folyt. Őt sikerült aztán a későbbiek folyamán Budapesten elfognunk, és a kapitányság elé állítanunk, őt is kihallgattuk gyanúsítottként. A büntetőeljárást egyébként kényszerintézkedés foganatosítása mellett folytattuk. Jelenleg is folyamatban van az ügy egyébként, de már átadtuk a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság részére, hiszen annyira kiterjedt lett maga a büntetőeljárás. Na most nyilván ezek az elkövetők egy belátható időn belül nem fognak egyetlen nyugdíjas sem megkárosítani, de mindig megvan a veszély, hogy helyükre lépnek mások, tehát ezt az ügyet is úgy gondoltuk, hogy érdemes megosztani a nyilvánossággal, annál is inkább ugye, hogy ha bárki ilyen szituációba kerül, akkor beugorhasson, hogy na igen, akkor ide nem szabad elmenni, illetve ennek meg ennek nem szabad felülni, hogyha ilyeneket mondanak. Elnézést, azt mondta, hogy minden korosztálynak fognak tartani előadásokat. Gyerekek számára most mi a legfontosabb üzenet? Hát pillanatnyilag már az óvodában három kolléganőmmel kezdte a csoportokban a gyermekeknek a közlekedési nevelését, közlekedési ismeretek átadását, hiszen ennél a korosztálynál még alapvetően ez jöhet számításba, majd utána folytatják az általános iskola alsó, illetve felső tagozatába 3-3 osztályba, itt gyakorlatilag a osztályfőnökökkel, tanítónőkkel egyeztetve olyan témákba, amelyeket ők így kifejezetten kértek. Ezt követően a délutáni órákba, itt a Kossuth utcai kerékpárkereskedésbe 7 órán át várjuk azokat, akik a kerékpárjaikat beszeretnék regisztrálni a BikeSafe adatbázisába. Ez ugye, hogyha bűnmegelőzési program keretében történik, és a rendőrség végzi, akkor ingyenes. Ennek a nyilvántartásnak az a lényege, hogyha bekövetkezik a baj, ami természetesen senkinek sem kívánunk, akkor a kerékpárnak valamennyi fontos adata, a fényképei rendelkezésre állnak, tehát így a felkutatása, megtalálása nyilván jobb eséllyel történhet meg, illetőleg ha később valamilyen ügyben kerékpárokat talál a rendőrség, foglal le, akkor könnyebb megtalálni a tulajdonosát, hogyha ez egy előzetesen regisztrált kerékpár volt. És végül a nap annak a két otthonnak a felkeresésével folytatódik. Az egyik ugye a Hóvirág utcai utógondozó otthon, ahol már ugye nagykorú fiatalok vannak, illetőleg a Bakony Béli úti lakás otthon, ahol még kiskorúak. Hát ugye az ő életük kicsit nehezebb, mint az átlag fiataloké. Nyilván fontos, hogy a rendőrségnek itt is legyenek pozíciói. Itt elsősorban most a bizalomépítés a fontos, tehát nincsenek ügyek, tehát szabadon tudunk arról beszélgetni, hogy mit kell annak érdekébe tenni, hogy a fiatalok ne sodródjanak valamilyen jogsértés elkövetésébe, de ami a még fontosabb, hogy sérelmükre ne kövessenek el bűncselekményeket.
Itt a teremben láthatunk egy rögtönzött kiállítást, illetve lehet, hogy nem is annyira rögtönzött, van, ami villog, csillog, zárak vannak itt. Ez miről szól? Igen, ez a kapitányságnak a vagyonvédelmi centruma. Tavaly évben pályázati forrásból sikerült megvalósítanunk. A drogambulancia volt a fő pályázó, mi együttműködő partner, és ez volt az egyik projektelem ennek a vagyonvédelmi centrumnak a kialakítása, működtetése. A lényeg az, hogy ezen a három mobil tablón ezeket az eszközöket, amelyek a otthonok védelmének mechanikai, illetőleg elektronikai oldalát mutatják be, ezeket be tudjuk mutatni a lakosságnak. Ezek mind-mind olyan eszközök, amelyek elérhető áruak, tehát az átlagember is megengedheti magának, hogy őket beszerezze, felszerelje, és ezáltal az otthonuk biztonsági fokát emelni tudják. Ugye ez egy kicsit rímel arra, hogy most ugye két betöréses lopás sorozatról is beszélnek itt a kollégáim, ugye, amelyeket eredményesen földerítettek, de hát az még jobb eset, hogyha ezeket a bűncselekményeket el sem követik, mert esetleg az a fizikai akadály, ami azt az ingatlant védi, az megakadályozza a bűncselekmény elkövetését. Befejezésül csak egy dologra lennék kíváncsi, hogy miért Zircen tartják ezt a nagy szabású rendezvényt, annyira rossz itt a helyzet, vagy pedig milyen? Nem, egyáltalán nem, sőt azt mondhatom, hogy abból a logikából kiindulva, hogy évek óta örvendetesen csökken a bűncselekmények száma, ezen belül is a vagyon elleni bűncselekményeké nagyon örvendetesen, mindazonáltal ugye nem áltathatjuk magunkat azzal, hogy ez az ideális helyzet, ez örökké így marad, tehát úgy gondoljuk, hogy a lakosságot érzékenyíteni kell. És bár itt a konkrét bűnügyeket, amiket bemutatunk, azokat a megyeszékhelyen követték el, és nem Zircen, mivel hogy itt nem voltak ilyen bűncselekmény sorozatok, azért úgy gondoljuk, hogy ahogy a múltban is néha-néha beesett egy-egy bűnöző Zirc városába, és hogyha megerőltetjük az emlékezetünket, akkor talán még lakásbetöréseket is fel tudunk idézni, amelyek az elmúlt években történtek. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a témát mindig szinten kell tartani. Ahogy szokták mondani, hogy a házi orvos néha akkor is föl kell keresni, amikor az ember egészséges, mert ilyenkor is tud tanácsokat adni az egészség megőrzéséért. Tehát az írciek esetében is erről van szó, hogy a városnak a bűnügyi helyzete nagyon-nagyon jó, de azért azoknak az embereknek is tudunk tanácsot adni, akik nem váltak sértetni még, és ne is váljanak, nyilván ez a cél. Az Zirci járás Szociális Szolgáltatóközpont és a Zirc Városi Nyugdíjas Klub harmadik alkalommal szervez Ki mit tud vetélkedőt műfaji megkötés nélkül az idősebb korosztály részére február 28-án szerdán 14 órai kezdettel. Lehet jelentkezni versmondással, mesemondással, énekkel, tánccal, jelenettel, a tartalmas délutánnak a Városi Könyvtár ad otthont. Kérjük mindazokat, akik szívesen szerepelnének ezen a rendezvényen, részvételi szándékukat jelezzék a 0620 424 37 22-es telefonszámon, vagy személyesen az Idősek klubjában, a Balcsi Zsilinszki utca 9-es szám alatt. Legyen minden héten karácsony, ezzel a címmel egy Facebook csoportot hoztunk létre, aminek az a célja, hogy ne csak karácsonykor, illetve az ilyen nagyobb ünnepekkor jussanak el a támogatások, a segítségek azoknak, akik rászorulnak, hanem egész évben. Ebből az alkalomból készítettünk riportokat, és készítünk riportokat azokkal a karitatív szervezetekkel, akik hivatásszerűen űzik ezt a foglalkozást. Nagyon hálásak lehetünk, azt hiszem, azért, hogy ezen a környéken egy picivel magasabb is az életszínvonal, mint az ország más részén, de ezen kívül nagyon jó karitatív szervezeteink vannak, akik tényleg egész évben gondoskodnak azokról, akik rászorulnak, méghozzá lehető legkülönbözőbb módokon. Szeretnénk most nem csak velük beszélgetni, hanem lehetőséget adni arra is, hogy akik rászorulnak, vagy akik ismernek olyanokat, akik rászorulnak, segítségre szorulnak, támogatásra valamilyen módon, azokat el tudjuk érni, illetve el tudják érni a megfelelő szakemberek. Kérünk mindenkit, hogy aki teheti, támogassa ezt a munkát, keresse a karitatív szervezeteket, vagy bennünket a Facebookon. Segítőkezek Zirc Alapítvány most már lassan 20 éves lesz, és az évek során mi is ezt vettük észre, vagy ezt tapasztaltuk, hogy karácsony, húsvét alkalmával több szervezet is gyűjt, oszt
kapnak központi élelmiszert, amit ki lehet osztani, és közben megjönnek a hétköznapok. Tehát az alapítványunk az évek óta ezt az elvet követte, hogy vannak hétköznapok, és van január, február, meg majd lesz április. Amikor az élelmiszerbankkal gyűjtöttük az élelmiszert, akkor is karácsonykor is adtunk, de több élelmiszert tudtunk hát úgy elrakni, hogy a hétköznapokban, amikor valaki rászorul. Ezt a mai nap is követjük, vannak magánszemélyek, akik pénzadóvánnyal támogatják az alapítványt, és velük ezt beszéltük meg, hogy tartós élelmiszert vásárolunk, konzervet, tisztítószereket, tehát olyat, amire hétköznap szükség van, és ezt évközben osztjuk ki. Vagy ami elhangzott, hogy ugye karácsonykor a csomagok, nekem még itt van két zsák krumpi, ami vár arra, hogy elvigyék, meg van, hogy kié lesz. Tehát a vállalkozó, aki ezt felajánlotta karácsony előtt, megbeszéltem vele, hogy nem most, mert most több szervezet ad burgonyát is. Én szeretném, ha január vége, február elején kapnánk meg, és ezt így is oldottuk meg. Tehát amikor már elfogyott a karácsonyi adomány, mi akkor adtunk. Tehát ezt próbáljuk követni az alapítvány életébe. Ennek a mai műsornak pont az lenne a lényege, hogy felhívjuk a figyelmét az embereknek arra, hogy ilyenkor is vannak szükségben lévők, illetve később is lesznek, és próbáljunk valahogy segíteni a magunk eszközeivel. A Facebookon is létrehoztunk egy csoportot, hogy legyen minden héten karácsony, ez a címe, várunk minden jelentkezőt. Ennek is az az elképzelése, hogy a konkrét támogatásokat próbáljuk összeszervezni. Nem úgy, hogy mi visszük oda, hanem ezt a szakemberekre bízzuk önökre. Tudná esetleg valami olyat mondani, ami éppen most lenne aktuális, vagy a közeljövőben lesz már a tapasztalatai alapján? Hát ez nekem pár évvel ezelőtt egyszer, amikor nagyon hideg tél volt, akkor mi csináltunk egy ilyen élelmiszerbankot. Az azt jelentette, hogy begyűjtöttünk, és a lakosság hozott be, volt, aki lekvárt, volt, aki mosószert, és tároltuk, és aki beesett akár az utcáról, vagy a családsegítő küldte, vagy bárki a szomszéd, hogy itt van, annak tudtunk adni. De nekem egy örök elképzelésem, amit azt gondolom egy ilyen nyilvántartással, vagy valahogy kezelni kellene ezt a rendszert, tehát nem mindig az adomány fontos, tehát én nekem egy olyan elképzelésem van, hogy lehetne egy ilyet, hogy az önkéntes munka felajánlása. Tehát a kismama, akinek el kellene menni ügyet intézni, de egy órára vigyázni kellene a babára. Tehát, hogy lehetne egy ilyen adatbázist, akár itt a csoporton belül, nem tudom, hogy a kivitelezést hogy lehet megoldani. Tehát, hogy munkát is lehessen felajánlani, akár azt, hogyha valaki egy szerelő, ezermester, bármi, vagy éppen most a vízvezeték szerelő, mert nekünk arra volt szükségünk, akkor azt mondja, hogy én tudok felajánlani havonta egyszer egy órát, vagy bármit, ami javítást, vagy én önkéntesként egy korepetálást, vagy a gyerekfelügyeletet, vagy kísérést, vagy nekünk is volt olyan, aki mikor önkéntest kellett, hát nem is az, hogy alkalmazni, hanem a munkáját igénybe venni, amikor semmi másra nem volt szükség, mint egy fogyatékos családba ott ülni, mert én azt nem tudtam a gondozónővel biztosítani, hogy órákon keresztül valaki ott legyen. A felügyelet volt a fontos, hogy legyen ott valaki. Neki ideje volt, ő felajánlotta, és mi ezt kihasználtuk. Tehát, hogy egy ilyesmit is jó lenne, ha össze lehetne valahogy egyeztetni, hogy én felajánlok ezt, és kiderül, hogy kinek van rá szüksége. Tehát én mondjuk konkrétan ezen gondolkozom most, mert csak idő hiányában ezt nem tudjuk megoldani. De lehet, hogy ez a Facebook csoport az alkalmas lenne erre. Havonta próbáljuk a ruhaakcióinkat, tehát most például február 28-án lesz az első ruhaakció az évben, tehát oda minden érdeklődőt szeretettel várunk. A következő pedig a gyereknap lesz, ami karitatív, tehát most Pestről és örömmel újságolhatom, a Mikulás gyárból rengeteg játékot kaptak az írti gyerekek, és ezt szeretnénk ugye a gyereknap során kiosztani. Akkor az akcióink azok folyamatosan, tehát a ruhaakcióink folyamatosan fognak történni, havonta szeretnénk minden egyes alkalommal, és közben pedig egyéb apró, tehát egészségnapot tervezünk, ugyanúgy, mint a tavalyi évben, az idén is szeretnénk tartani,
ami azt jelenti, hogy elsősorban a véradókat szeretnénk megcélozni, de ugyanúgy a város is bárki, tehát aki érdekel, tehát most a szűrővizsgálatok, most már helyileg értesültünk, hogy itt lesznek az épületben olyan szűrőkamion, sajnos nem lehetséges, ezért itt szeretnénk megtartani, és most a prostataszűrés is úgy néz ki, sőt a testtömegmérés és a testzsírmérés, akkor a különböző ilyen csontsűrűségvizsgálatok is lehetőségeket biztosítanak nekünk a megyétől, hogy ezeket megtartsuk, és ezeket mind itt meg szeretnénk valósítani Zircen, mint a lakosság, mint a véradók körében. Akkor ugye jönnek az ünnepek, és akkor húsvétra természetesen szeretnénk szintén a nagycsaládosoknak csomagot biztosítani. Ez úgy néz ki, hogy az anyagi fedélzetünk az rendelkezésre áll, mivel a vállalkozók nagyon szép számmal, mind természetbeli, mind pénzbeli adománnyal támogatják a Vöröskeresztet, és ezért úgy néz ki, hogy akkor a húsvéti az teljes mértékben már le van fedve és biztosított. Itt 50 családot céloztunk meg, és majd jön a karácsonyi, ugye az ünnepek közeletével, ott pedig hát 80-100 családnak szeretnénk csomagot osztani. És még el kell, hogy mondjam, hogy tavaly évben is előfordult, hogy egy vendéglős felajánlott egy olyan dolgot, hogy családokat vendégelt meg, 25 családot tudtunk kiemelni, és ez zárt körű rendezvény volt, hát szeretnénk most már az idei évben ezt is tradícióként, mint a disznótoros véradásunkat, tehát ezt is szeretnénk újra, hogyha meg tudnánk valósítani. Tehát ezek a 2018-as év tervei. Köszönöm szépen, akkor beszéljünk egy kicsit a véradásokról, hiszen ez az egyik nagyon-nagyon fontos tevékenységük. Itt az előbb már a bevezető beszélgetésben volt róla szó, hogy nagyon magasak az elvárások Zirccel kapcsolatban, de ennek megvan az oka az, hogy eddig jól csinálták, amit csináltak. Hát igen, a véradók nagyon jól csinálták, amit csináltak, és nekik köszönhetjük ezt az érdemet. Tavaly évben 860 fő volt az előirányzott véradások száma, 1257, ami teljesült, hát ez csodálatos, és ez megyei szinten is kiemelkedő. Az idei évben 960 az előírt tervezet, hát ezt is szeretnénk azért egy kicsit, most olyan 1300 körül próbáltuk megszírozni, hát ezt majd a véradók eldöntik, ugye, hogy hogyan jönnek és teljesítenek, és én ezzel kapcsolatban készültem is, és egy pár adatot szeretnék, tehát ugye indultunk januárban, január 24-én, az első véradásunk, az nagyon-nagyon jól sikerült, 56 fő vett jelen a véradásokon, és Budapestről, a Mikulás gyárból, mint az előbb is említettem, hogy onnan most már nagyon sok mindent kapunk, amit nagyon-nagyon köszönünk nekik, és onnan bögréket kaptunk, karácsonyi, meg hát egy téli bögréket, és ezeket osztogattuk, és hát a véradók nagyon örültek a kedvességnek, és nagyon-nagyon oda tették magukat, ezt kell, hogy mondjam, és jó számba képviselték a lakosságot. Februárban 16-án voltunk Bakonybélben, ahol egy véradó ünnepséggel vártuk a véradóinkat, és szerettük volna megköszönni a véradóknak az egész éves munkájukat, ez is szintén nagyon jól sikerült, 35 véradó vett jelen, és most pedig itt lesz 22-én a bűvelődési házban irányított véradásunk, amire nagyon sok szeretettel várjuk a lakosságot, sőt a véradókat elsősorban, mert itt Zircen két helyre is tudunk gyűjteni. Az irányított véradásnak ugye ez a lényege, hogy próbálunk segíteni beteg embertársainkon. Erről egy picit részletesebben, hogy ez konkrétan mit jelent, tehát akárki jöhet, vagy speciális vércsoportokat vár. Igen, tehát az irányított véradásnak a lényege az, hogy vércsoport azonos kell, hogy legyen az illető, és hát elsősorban azt a vért tudjuk irányított véradásra felhasználni, ahol egyezőség van. Hála Istennek mind a két betegnek olyan az állapota, hogy egy olyan vércsoportról van szó, ami nagyon-nagyon gyakori, ez a betegek szempontjából nagyon-nagyon jó, és így tudjuk biztosítani, és ezt most mondhatom, hogy az első esetben most egyszeri alkalomról, tehát egy műtétről van szó, és arra kell, a második eset pedig olyan, ami folyamatosan fog tartani, mert elhúzódó betegségről van szó, és itt is hát 12 egységet kell havonta biztosítanunk, tehát, és az IC területről szeretnénk ezt megoldani, ezt a 12 egységet, és hát úgy néz ki, az első alkalom, hogy a Bakonybélbe kezdtük, most a második itt fog folytatódni, és én bízom benne, hogy ezt a 12 egységet ezt tudjuk biztosítani a kisbeteg számára. Itt két konkrétan zirci szeméről van szó, akinek így tudunk segítséget nyújtani. Esetleg még a véradással kapcsolatban van valami, amit el szeretném mondani? Hát
Hát általánosságban igazándiból minden egyes véradáson valami kis meglepetéssel készülünk a véradóinknak, mivel ez ugye nagyon-nagyon fontos, hogy mindig önzetlenül jönnek, és tényleg nagyon nagy számban. Mondhatom azt, hogy utoljára ez tényleg nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy még 6 óráig tartott a véradás, és még 6 óra 40-kor folyott le az utolsó egység vér, ami nagyon ritkán fordul elő, mert ugye ezt már köztudott, hogy sajnos a vérkészleteink azok eléggé csappantak, és elég kevés a vér, és ezzel az írci terület azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon hozzájárul az országos vérkészleteknek a bővítéséhez, és a műtéteknek a megvalósításához. Egyetlen egy kérdésem lenne, mivel már évek óta csinálják, ez biztos van róla egy látása, hogy mennyire a kemény magra lehet számítani, illetve mennyire dinamikusan bővül a véradóknak a száma. Hát mondhatom, örömmel mondhatom, hogy nagyon jól bővül, és nagyon sok fiatal jön, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, és ők is próbálják, tehát mint ahogyan elmegyünk iskolákban is, de ugyanúgy ide is jönnek az iskolások, tehát ez is nagy öröm számunkra, és ezáltal azt látjuk, hogy a felnövekvő nemzedék is igen, nagyon sokban próbál hozzájárulni a vérkészleteinknek a javítására, meg a bővítésére. A katolikus karitás számára nagyon fontos, hogy nem csak karácsonykor, hanem egész évben jelen legyen a rászorulók életében, figyelemmel kísérje őket és segítse, támogassa. Február elején, ez már 9 éve van, hogy Együtt a Babákért program, a DM és a Katolikus Karitásznak a közös segélyprogramja. Mi is pályáztunk 3 család, 2 zirci és 1 kardosléti család, rászoruló család gyermeke részére pelenkára, és ezt meg is kaptuk. A Főegyházmegyei Katolikus Karitász munkatársai kivitték a családnak a körülbelül 4-5 hónapra elegendő pelenkát, és egy német keresztény lovagrend is támogatja a Veszprém Főegyházmegyei Katolikus Karitászt, akinek a jóvoltából szép mennyiségű gyermek tápszert, illetve bébi ételt vittek. Ezen kívül még a csoportunk is kapott, és több család gyermeke számára ezt elvittük. Ez volt az első programunk, aztán a Béres RT jóvoltából szintén évek óta béres cseppet tudunk adni rászoruló családoknak, idős betegeknek, rákos betegnek, és az idén 6 család, illetve 6 rászoruló kapott béres cseppet. Aki nem tudta megvenni, annak még béres C-vitamint is vettünk. És nagyon fontos a karitás számára, hogy ne csak halat, hanem hálót is adjunk a rászorulóknak, ezt pedig az öngondoskodó háztartás keretében tudjuk megvalósítani és segíteni, támogatni a családokat, mégpedig úgy, hogy aki kerttel rendelkezik és vállalja, vetőmag csomagot kap, hát körülbelül egy olyan 40-45 csomag vetőmagot, ami az egész évi háztartásnak az élelmiszer szükségletének egy jelentős részét fedezheti. Természetesen ezt mi figyelemmel kísérjük, és erről beszámolunk a Főegyházmegyei Karitásznak, képekkel, fotókkal illusztrálva, hogy valóban ez a dolog megtörtént. Mint tudjuk, a kormánynak a 2018-as éve a családok évét hirdette meg, és hát ez fantasztikus nagy segítség lesz a rászoruló családoknak. Februártól kezdődően, szeptember végével befejezően 10 alkalommal zánkán családi hétvégét tartanak,
erre is szintén lehet pályázni. Különböző témák köré csoportosul ez a hétvége. Március 9-től 11-ig például márciusi ifjak, április elején lesz a húsvéti hétvége, április vége, május elején anyák napi, június-júliusban két-két hétvége, amikor a strandolás, a nyaralás, aztán szeptemberben egy szüreti hétvége, és itt a családok teljes ellátást kapnak péntektől vasárnap délig, ebéddel befejezőleg, teljesen ingyenes a családnak, nagymamák is mehetnek, hogyha éppen úgy alakul, ahogy a családban együtt élnek a nagyszülőkkel, és csak az úti költséget, az oda-vissza utazás költségét kell a családnak fizetni. Hát most ezt beszélünk egy-két családdal, vagy három-négy családdal, pályázunk, ez még nem biztos, hogy meg is nyerjük, mert azért ez országos szinten van hirdetve, és nagyon sok család nem jut el már évek óta, hogy együtt legyen a kisgyerek, nagygyerek, anyuka, apuka, vagy esetleg a nagyszülő is. Még egy fontos dologról kellene beszélni, vagy jó lenne azt hiszem beszélni, azt, hogy hála Istennek nekünk olyan, nincsenek olyan igazi hajléktalanjaink itt a városban, de vannak olyanok, akik nagyon komolyan rászorulnak a mindennapi segítségre, segítségnyújtásra, és ha jól tudom, akkor önök ebben tényleg kiveszik a részüket a szószoros értelemben mindennapi segítségnyújtásban. Igen, hát az utcán lévő úgymond hajléktalanok, mert valóban itt Zircen nincs olyan hajléktalan, akinek fedél ne legyen a feje fölött. Figyeljük szinte minden nap, tudjuk már, hogy kik azok, személyes kapcsolatban vagyunk velük, és minden nap, amikor ott találjuk őket, vagy elérhetőek, élelmiszerrel segítjük. De nem csak élelmiszerrel, hanem egy jó szóval. De mert nagyon fontos, hogy ne csak az legyen, hogy na, most itt van ez a pár konzerv, hanem érezzék azt, hogy ember számba vesszük őket, hogy szeretettel vagyunk irányukba, hiszen a Karitásznak ez egy nagyon fontos, hogy úgy legyen jelen az emberek életébe, hogy odafigyeljen rájuk, és Jézus arcát lássák minden rászorulóba. Akkor tényleg befejezésül csak egy-két mondatot a Caritasról, hogy hányan dolgoznak itt, és hogyan főállásban, önkéntesként. Az idén 20 éve, hogy megalakult Zircen a katolikus Caritas, 12 fővel alakultunk, abból már volt, aki lemorzsolódott, de mindig jöttek újak, 12-en vagyunk most is, és teljesen önkéntes alapon az időnket adjuk, és a munkánkat. És ez mi rendszeresen összejövünk havonta egy alkalommal, a mindenkori plébános és a Caritas tagok ott vannak, megbeszéljük az elmúlt hónap történését, ki miben, kinek tudott segíteni, és a következő hónapnak a programját, mert hogy, még ezt szeretném elmondani, hogy márciusi összejövetelünkön megbeszéljük, hogy a Magyar Püspöki Konferencia felhívására nagybőti tartós élelmiszergyűjtés lesz a templomba. Március 4-től 11-ig várják a templomba az egyik oltárnál, egyik mellékoltárnál ki lesz jelölve erre egy hely, és hát kérünk a kedves adakozókat, adományozókat, hogy a tartós élelmiszer csomagjukat oda juttassák el. A szentmisék ideje alatt, az előtt vagy után lehet odavinni, és húsvétra ugyanúgy, mint karácsonyra bőséges tartós élelmiszer csomagot fognak kapni a családok. A kommunizmus áldozataira emlékezik a Zirci Országzászló Alapítvány február 25-én vasárnap 16 órától a Városháza nagytermében,
ahol Vitéz Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezetének elnöke mond ünnepi beszédet. A műsorban közreműködik Pintér Huba Csanád és Vitéz Juhász Antal, áldást mond Dékány Árpád Szixtusz, kiérdemesült főapát, Vecsei Katalin református, valamint Szakos Csaba evangélikus lelkész. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Asszonyszerelem, Asszony Sors című könyvének bemutatójára vár minden érdeklődőt Gróf Nádasdy Borbála március 12-én hétfőn 17 órára a Városháza nagytermébe. A Rákóczi téren tartott sajtótájékoztató Töreki Milán, a Jobbik Magyarországért mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje. 2012 óta vagyok a Jobbiknak a tagja, azóta számos tisztséget betöltöttem, voltam a Veszprém megyei ifjúsági tagozatának az elnöke, illetve a Pápai Alapszervezetnek voltam az alelnöke. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek vagyok a mesterszakos, immáron már gyakorló tanára, történelem, illetve földrajz szakpárral. Ezen kívül van egy pénzváltói végzettségem, illetve a numizmatika, amivel én foglalkozom, hiszen az az én kutatási területem, illetve a munkám is ehhez köthető, a pénzváltáshoz és a numizmatikához, tehát az éremtanhoz, és volt egy olyan, tehát amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy a numizmatika, tehát az éremtan terén sikerült eljutnom ország, az egyik legnagyobb országos kereskedelmi tévécsatorna, azon élőbe adhattam szakértői véleményt pénzhamisítások, illetve régi pénzekkel kapcsolatban. Minket zírcieket elsősorban az érdekel, hogy aki a mi képviseletünkre vállalkozik, az mennyire ismeri ezt a területet, mennyire van tisztában az itt élőknek a helyzetével, problémáival, gondjaival, hogyha erről tudna valamit mondani. Én elsősorban, tehát én pápai születésű vagyok, azt kihagytam az előző kérdésből, elnézést kérek. Az én rokonságom az inkább pápa, illetve devecseri felmenőkkel rendelkezik. Zircet igyekeztem megismerni az elmúlt hónapokban, tehát többször jártam itt, illetve felvettem a kapcsolatot nagyon jó barátommal, Varga Gáborral, aki itt a Jobbiknak a helyi vezetője, és ő tájékoztatott elsősorban a helyieket leginkább érintő problémákról, amik természetesen meg fognak jelenni az én programomban is. Hát a legelső, amit talán itt meg is tudunk fogni és meg is tudunk tapasztalni, ez az írci autóbuszállomásnak az esete, hiszen mindenképp itt egy elsődleges feladat lenne, egyfajta fedett, illetve utasbarát melegedőnek a kialakítása, illetve hát ez a forgalom szempontjából is lehet látni, hogy a csúcsidőben ez egy elég kaotikus állapotot tud eredményezni, mint az autósok, mint a buszosok, mint a gyalogosok szempontjából. Ezen kívül, ami nagyon fontos Zirc fejlődése szempontjából, ugye az a turizmushoz köthető, szinte mindegyik, hiszen itt az a gazdasági potenciál, ami elsősorban jellemzi ezt a területet, a Bakony fővárosát. Itt a Cuha-völgyi vasútvonal az, amit mindenképpen annak a menetrendje, egy turistabarát menetrendet kell kialakítani. Elsősorban itt a hétvégi menetrendekre gondolok, illetve nagyon fontos, mint az autóbuszjáratok, illetve mind a vasútvonal esetében, hogy új, 21. századi elektromos és környezetbarát járműveknek a beszerzése és alkalmazása, hiszen itt ugye helyben mindenki nagyon tudja, hogy kiváló levegő minősége. Tehát ezt mindenképpen meg tudjuk őrizni, és fejleszteni is tudjuk ezáltal. Ami még nagyon fontos, ugye az utak állapota. Tehát egyrészt a 82-es útnak a szélesítése, ami nagyon fontos lenne, illetve téli időszakban a kamionos forgalom valamilyen szinti korlátozása és elterelése, mert mint értesültem róla, nagyon sok a baleset, és akkor ez megbénítja az egész 82-es út szakaszát. Illetve a Pápa és az Ircet összekötő útszakasznak a minősége, hát az az első pontjaim között van, amin mindenképpen javítani szeretnék, hiszen az a Bakonybéli és a Pápa közötti szakasz az sok esetben nagyon kátyús és járhatatlan. Ezen kívül ugye ha a turizmust még szeretném kiemelni, akkor ugye helyi szinten a Turinform irodát bezárták. Tehát ezt mindenképpen újra kell nyitani, illetve elsősorban a különböző túrázók, illetve bakancsos turistákra is érdemes lenne figyelmet fordítani, a turista útvonalaknak a felújítása, a jelzések megújítása, illetve eznek a fejlesztése, a szállás, olcsó szállást biztosítani ezeknek a bakancsos turistáknak, illetve nagyon fontos, és a Jobbik programjában is kiemelt szerepet játszik helyi szinten is, az pedig a különböző öko, illetve topos pályázatok pénzeinek a felhasználásának a felülvizsgálata, illetve az ellenőrzése. És különös tekintettel fogjuk majd felülvizsgálni és ellenőrizni a Bakonybéli ökoparknak a történetét.
Az újévi sportiradóban ezúttal az Érci Tenisz Klub sportegyesülethez látogatunk el. Az újévi sportiradó vendége az Érci Tenisz Klub sportegyesület. Szeretettel köszöntöm Németh László elnök urat. Tenisz az egy olyan sportág, amelyik nyugvó ponton van így a téli időszakban, azért ülünk itt a stúdióban, legalábbis itt helyi szinten salakos pályákat nem lehet használni. Azoknak a klubtagoknak milyen lehetőségük van, akik nem tudják kivárni, hogy kitavaszodjon? Hát azért szerencsére van lehetőség, mert a Veszprémi sátorba minden héten be lehet menni. Szombatonként 2 órát biztosítunk egyéni költségtérítésre, de legalább van egy kis játék lehetőség. És ezen kívül, hogyha még valaki még pluszban is akar, akkor ott a sátorban a hét többi napján is van lehetőség, hogy játszanak a tagjaink. A tavalyi beszámolóját úgy zárta, hogy sikeres volt a 2016-os év, de remélem, hogy elmarad a 2017. évi mögött, idézem, elmaradta. Úgy gondolom, hogy talán hasonló sikereket értünk el. Legfőképp az első helyre említeném, hogy végre elkészült a mellékhelyiségünk, mert ez nagyon kritikus pont volt, mert nem volt hol elvégezni a kis dolgokat és nagy dolgokat. Ez az önkormányzat civil pályázat segítségével megvalósult, és most már nem lesz probléma, hogy a tagjaink esetleg a bokorba kényszerülnek. Ezen kívül tudtunk venni háttérhálót, felújítottuk a pályát ismételten, tehát sok-sok pénz elment, amit megköszönök a támogatóinknak és a tagjainknak, mert ugye a nagy részt a tagok adják össze a pénzt, és hát ebből tudtuk ezeket mind megvalósítani. Tulajdonképpen ez a létesítmény, ez felér egy klubházzal, tehát így is nevezhető, azért nem csak mellékhelyiségről van szó, hanem egy olyan épület, ahol azért lehet beszélgetni is, ugye? Főleg úgy, hogy ez a kettő különböző. Tehát a klubház, ott esténként, játék után sokszor leülünk, beszélgetünk egy-egy üdítő sör mellett. A mellékhelyiség az pedig a gimnázium oldalán található, és ott alakítottuk ki a klik és a gimnázium egyeztetésével, nekünk ideadták ezt a helyiséget, és ott alakítottuk ki a WC-t. Tehát akkor ez teljesen két különálló épületről van szó. A klubház fejlesztése az hogyan valósult meg, milyen forrásból? Minden saját forrásból, tehát ez körülbelül hát a kezdeti 400 ezer forintos költségvetés, ami be volt tervezve, hát a végére, mikor mindent össze tudtunk hozni, az már 800-900 ezer forint volt. Ezt mind mi adtuk össze saját zsebből, azért, hogy legyen egy hely, ahol össze tudjuk a tagokat hozni, ahol esetleg beszélgetünk, meg raktárhelyiségnek is használjuk. Hány tagot számlál jelenleg a klub, és milyen az életkori megoszlás? Hát körülbelül 30 tagunk van, ebből vannak aktív felnőtt tagok, vannak pártoló tagok, és vannak diákok. Hát nem a legfiatalabb korosztály a csapat összetétele. Sajnos a legtöbb tagunk az nyugdíjas, de ez nem baj, mert a sport az úgy gondolom, hogy öröki fiúvá tesz, és ezért minél tovább jönnek, annak nagyon örülünk. Van 80 éves, az idén lesz 80 éves tagunk is, ő a legidősebb. A legfiatalabb tagjaink azok 17-18 évesek. Milyen lehetőség van a fiatalok bevonására? Itt azért voltak kezdeményezéseik, nyitottak a fiatalok felé, ugye csatlakoztak a sportágválasztó programhoz, ami ugyan tavaly elmaradt, de idén újra tervezzük megszervezni. Úszótáborban felajánlották, hogy ingyenes teniszfoglalkozásokat tartanak a fiataloknak, az iskolásoknak, illetve a tábor résztvevőinek. Volt-e ezeknek esetleg eredménye, hatása a klubra nézve,
csatlakoztak-e gyerekek, diákok? Hát igazság szerint egy-két érdeklődő telefonon kívül más nem volt. Tehát azt látom, hogy az emberek nehezen mozdulnak meg. Tehát legyen az felnőtt, legyen az gyerek, nehezen jön el, pedig egyébként volna kedve, csak hát most lemenjek, hát majd holnap. És mindig holnap lesz, és ezért nem jönnek el. Én a legnagyobb potenciált a gimnáziumban látnám, hogy ott a délutáni órákban van ilyen teniszfakultáció, és hogy ott ezek a fiatalok talán, hogyha kellően megszerettetik velük ezt a játékot, akkor és nem mennek el, mert itt meg az a gond, hogy mikor befejezi az iskolát, akkor utána elmegy, de talán majd csak visszajön egyszer, és akkor, hogyha megtanult teniszezni, akkor csatlakozik ismételten hozzánk. Van egy-két fiatalunk, aki már elment, és az egyetem mellett nyáron visszajön, és itt nálunk játszik. Van középiskolásunk is. Én úgy látom, hogy ez lenne az egyik jövő, a másik pedig, hogy kiskorban elkezdeni. Mi mindent megpróbálunk, megteszünk ennek érdekében, hát várjuk a jelentkezőket, a szülők érdeklődését, és akkor talán összetudunk hozni egy fiatal csapatot. Mit kell tudnunk erről a sportágról itt helyi szinten tulajdonképpen akkor levetítve? Milyen a költségigénye esetlegesen, milyen eszközök szükségesek hozzá, mit biztosít a klub, illetve a pálya használatba vétel az, hogy zajlik, mikor vannak a foglalkozások például? Tagjainknak csak egy tagdíj van. Ami azt jelenti, hogy a felnőtteknek egy magasabb összeget kell befizetni, a diákoknak pedig egy névleges összeget, és azt mondhatom, hogy játszani, amikor kivilágosodik, és amíg be nem sötétedik, bármikor lehet, szabadon, kap hozzá a pályához kulcsot, és kap egy listát a tagokról, és akkor egymást fölhívjuk, hogy van-e kedved játszani, gyere le, és egy szinglibe, párosba, és összehozzuk a játékot. Tehát lényegében áprilistól szeptember, októberig, amíg az idő engedi, addig lehet játszani, és egész nap. A felszerelés, hát a gyerekeknek a kezdéshez elég gyerekütő, utána pedig hát ki mit szeretne, milyen szinten szeretne játszani, mit enged meg az anyagi lehetősége, de egy normál ütőt 20-25 ezer forintért már lehet kapni. Milyen programokat szerveztek még az elmúlt évben? Ugye, ha jól emlékszem, elmaradt egy verseny az időjárási körülmények miatt, talán pont ilyen esős időjárás volt, viszont 2016-ban nagy sikerrel bonyolítottak le egy ilyen páros teniszversenyt. Volt esetleg valamilyen program, amiről nem tudunk, vagy terveznek-e az idei évre valamit? Hát ezen kívül játszott a tagság egy úgynevezett piramis játékot, amikor is egy erős sorrendet állítottunk föl, a leggyengébb van legfelül, a legjobb leghátul, és akkor az előtte levőt mindig ki kell hívni, és akkor így lehet előre jutni. Hát igazság szerint játszottuk, de nem tudtuk befejezni. Hát ez a nyár ez eléggé csapadékos volt, nagyon sok olyan nap volt, amikor nem tudtunk játszani, és ezért hát úgy félben, háromnegyedben maradt a verseny, de összességében jó volt. A meghirdetett páros teniszverseny az időjárás miatt valóban elmaradt, és utána már megint esős napok jöttek, esős hétvégék, és ezért 2017-ben ezt nem tudtuk megcsinálni, de én úgy gondolom, hogy ebben az évben ismételten meghirdetjük, és ezt a piramis játékot is tovább folytatjuk. Ezen kívül részt vettünk a megyei csapatbajnokságban is, ahol voltak győzelmeink, vereségeink, de itt úgy gondolom, hogy ennek az egésznek az az értelme, hogy másokkal is összemérjük a tudásunkat, és
egy jót játszunk, tehát azt, innen nem lehet sem kiesni, följutni, hogyha akarunk, akkor följuthatunk, de ez csak nevedés kérdése, tehát nem az a lényeg, hogy most hanyadik helyen véged a csapat, hanem az, hogy játszunk. Egyébként harmadik helyen végzett a társaság. Na hát ehhez gratulálunk. Visszatérve egy picit még erre az úszótáborra. Mi ugye jártunk ott annak idején a Városi Televízióban, nagyon meleg idő volt, emlékszem, akkor nagy kánikulát fogtunk ide, a gyerekek láthatóan élvezték ezt a játékot. Önöknek milyen volt a tapasztalata a gyerekek tudásával, érdeklődésével kapcsolatban? Hát az igazság az, hogy ott nagyon élvezték, tehát csak az a baj, hogy ez utána abban maradt. Tehát tényleg azt láttuk, hogy olyan játékot játszanak, amit nem szoktak meg, és olyan készségfejlesztő gyakorlatokat próbáltam meg velük megcsináltatni, ami játékos, élvezetes, és hát összességében a gyerekek visszhangja jó volt, de ez volt a legnagyobb gond, hogy utána már nem jöttek. Azért a tenisz nem kifejezetten egy nemzeti sportág itt Magyarországon, viszont itt az elmúlt időszakban voltak figyelemre méltó eredményeink férfiak, nők között is. Ezek az eredmények esetleg motiválólag hathatnak-e a gyerekekre, hogy látja ezt? Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen, tehát ha egy sportág a média középpontjába kerül, ott mindig egy kis fellendülés tapasztalható. Ezt látom a kosárlabdánál is, hiszen most volt jó két év, és ugye van egy kosárlabdás átfedésem is, és itt a megyei kosárlabda életben is látom, hogy sok gyerek jelentkezett, mert én is látok egy célt, látok, hogy ezt szeretnék lenni, és talán a teniszben is elérjük azt, hogy látja a tévében Nadalt, Federert, Djokovicot, de most már látja Fucsovicot is, és akkor azt mondja, hogy hát, ha én is lehetek egy új Fucsovics, vagy egy Balázs Attila, és akkor kezdjük el. De ehhez mindig kell a szülő segítsége. Tehát, hogyha a szülő nem indítja el, nem támogatja, akkor nem fogunk tudni előrelépni. Van-e valamilyen fejlesztési elképzelésük az idei évre vonatkozóan esetlegesen, vagy bármilyen olyan terv, amit most megosztana velünk? Mindig van, vannak hosszú távú dolgaink, tehát amit meg kellene csinálni, tehát az öntözőrendszer, tehát a jelenleg öntözőrendszerünk, a gimnáziumtól kapjuk a vizet, de a korábbi átalakítása során le van szűkítve, és ami egyszorról indult, az mire kiér, az félszól, és nem hoz azt a vízmennyiséget, ami szükséges lenne. Ezt kellene esetleg átalakítanunk, vagy esetleg gondolkodunk kútfúrásban, mert talán az olcsóbb, most már az engedély is megváltozott, talán nem kell most már engedélyt kérni rá. Azon kívül a kerítést meg kellene csinálni, mert sajnos az is düledezik, és egy-két év is talán kidől. Ebben az a probléma, hogy ha nem növekszik a tagsági létszámunk, akkor a tagsági díjat kell emelnünk, vagy pedig hát megpróbálok mindig pályázni, és hát ha nyerünk ilyen dolgokra is pénzt, de általában az a tapasztalat, hogy inkább működésre adnak a központi pályázatoknál pénzt, beruházásokra kevésbé. Mikor várható a szezon kezdet a teniszben, vagy ez erősen időjárás függő? Hát időjárás függő. Mi úgy tervezzük, hogy áprilisban csinálhatjuk a pályát. Úgy szokott lenni, hogy március végéig van sátor, és utána, ahogy az idő engedi, akkor jönnek a pályaépítők, mert ezt is most már azt mondtuk, hogy nem magunk csináljuk, hanem profikra bízzuk, mert igazság szerint, ha nincs megfelelően megcsinálva a pálya, mi meg nem vagyunk pályaépítésben profik, akkor az egész nyáron csak kilódunk. Inkább azt mondjuk, hogy adjuk oda a pénzt annak, aki profi meg tudja csinálni, és utána egész nyáron már csak az öntözéssel kell foglalkoznunk. És ha sikerül ezt az öntözőrendszert megcsinálnunk, az nagyon jó lenne, mert ez is fontos, mert ha nincs eső, akkor locsolni kell. Hát tavalyi évben kevesebbet kellett, de ez is most az egyik
fő pontunk, hogy ezt valahogy megvalósítsuk. Éppen holnap lesz közgyűlésünk, és a költségvetés holnap fogjuk megtárgyalni, amikor is megbeszéljük, hogy tudunk-e pénzt keríteni rá, vagy ezt majd elkezdjük gyűjteni, és akkor jövő évben fogjuk megvalósítani. Hát akkor eredményes esztendőt kívánunk Önöknek, és kívánjuk azt, hogy minél több fiatal csatlakozzon Önökhöz, és lelje meg örömét ebben a sportban, úgy, ahogy azt Önök példamutatóan teszik. Köszönjük szépen, és várunk mindenkit, fiatalt, középkorút, idős korosztályt, akinek van kedve, keressen meg bennünket, mert tényleg egy érdekes és jó játék. A 35. életévüket betöltött labdarúgók számára rendeztek teremtornát az Érci Reguli Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téri tornatermében. Pap Zoltán főszervezőnél eredetileg 7 csapat adta le nevezését, ám 2 az utolsó pillanatban visszaléptek, így végül 5-ös mezőnnyel indult útjára a labda a már hagyományos versengésen. Mindenki megmérkőzött mindenkivel, és az alacsonyabb létszám ellenére magas színvonalú derbi kellemezték a 35. életévüket maguk mögött hagyók fociát. A tornán címvédés történt, a nagyrészt zirci játékosokra épülő Patkó FC emelhette magasba a győztesnek járó trófeát, a második helyen végzett a Fújtatók Veszprém csapata, a harmadik helyet pedig a Csőrike Bakony-Szent Király szerezte meg. Az első 3 helyezett dísztárgyal és oklevéllel térhetett haza, és külön díjak is kiosztásra kerültek. A gólkirály 9 találattal Nagy Róbert Fújtatók csapatából lett, a legjobb mezőnyjátékos címet Tehel Zoltán Gyula Firátótról érdemelte ki, a legjobb kapus címet Csizmadél Sándor, a Patkó FC játékosa érdemelte ki. Nagykőrös adott otthont a 4. Körös kupának, melyen közel 67 judóklub, több mint 500 versenyzője indult, ahol a Vince judóklub Zirc judókái is igen szép eredményekkel büszkélkedhetnek. A diák A csoportban Kertai Réka igen kemény csatákban az 5. helyen végzett. A fiúk között Berkes Mihály derekasan helytált, az akarat nála sem hiányzott, ám a pontszerzés végül nem sikerült. A C csoportosok versenyében Kertai Olivér a 36 kg-osok mezőnyében 2 győzelmet és 2 vereséget követően az 5. helyen zárt. Sárosi Barnabás a 30 kg-os fiúk között küzdött az aranyéremért. 3 győzelme után csak a döntőben maradt alul, így ezüstérmet szerzett. A diák B korcsoportban Kaszás Réka 2 nyertes meccse után aranyéremmel gazdagodott. Sárosi Bence a 29 kg-os fiúk között győzelemmel kezdett, majd 1 vesztes meccs után még 3 küzdelmet kellett megnyernie, ami sikerült is neki. Ezzel a jó teljesítménnyel 3. helyen végzett. A versenyt a serdülő Mihály Bálint zárta. A 20 fős mezőnyben mérlege 1 vereség és 4 győzelem, ami bronzérmet ért. Az év első utánpótlás versenyén a Vince Judo Club Zirc 3 versenyzővel képviseltette magát Budapesten, a több száz induló közül Kertai Kira csak fiúkkal küzdött, és mindegyiküket legyőzve végül ezüstérmet szerzett. A diák C kategóriában Kertai Olivér harcolt meg az aranyéremért, amit kőkemény csatánkban végül meg is szerzett. A diák A kategóriában Kertai Réka 2 győzelemmel és 1 vereséggel a bronzérmet hozta el. Madárlesen mottóval Hentz Péter természetfotós alkotásaiból nyílt kiállítás a Bakonyi Természettudományi Múzeum Sarok galériájában. Ezzel a felvétellel zárjuk adásunkat. Thank you.
képanyagot először Pápán Péter szülővárosában lehetett megtekinteni, mely szétszámú érdeklődött vonzott szerte a megyéből, de az országból is. Most önök is rövidesen megismerhetik, élvezhetik a természet varázslatos művész ilyen megörökített pillanatait. De előtte néhány szót az alkotóról. Hans Pétert régóta ismerem, mint elhivatott madarász, természetvédőt, a Pápa és Vidéke Természetvédelmi Egyesület alapítóját, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megyei helyi csoportjának a szokos tagját. Ugyanígy méltathatnám, mint madárfutóst, de ezt úgy is megteszik a képek. Én inkább a másik oldalt emelném ki. Ma, amikor a digitális technika sok embernek lehetővé teszi a fényképezést, szinte divat lett a természetet, állatokat fotózni. Befizetni utakra, beülni fizetős lesekbe, ami már szinte készen kínálja a jó kép lehetőségét. Környezetünkben és az interneten sok ilyen képet és ilyen fotóst látni. Nincs ezzel semmi probléma, hiszen ez egy szép hobbi. De Péter barátom nem ilyen. Nála a fényképezés, a fotó mindig másodlagos, az első a természetvédelme, óvása. Nem egy kiaknázandó lehetőség, netán üzlet, mint némelyeknél, hanem egy féltve óvott, vigyázott környezet, védendő fajokkal, élőhelyekkel, melyek néhány nagyszerű pillanatát még fotókon is sikerült megörökíteni. Számtalan terepi nap, autóban vagy sátorban töltött éjszaka, állományfelmérés, odutelepítés, műfészkek kirakása, védendő terület, körbekarózása, réti héjafészkek körbekerítése, gyűrűzőtábor és nyílt bemutató napok szervezése gyerekeknek, érdeklődőknek, lesek kialakítása, és még sorolhatnám azokat a tevékenységeket, melyeket Pápa környéke, a Marcalmente, a Bakon és újabban a Kiskunság területén végez. Ő az az ember, aki aktívan tesz is a természetét a ritka fajok védelmére. Hogy ezt nem eredménytelenül, az bizonyítja a sok általa kirakott fészekládában felnevelkedett vörösvércse, gyöngybagoly és egyéb madár, a Marcal mentén az aktív védelemnek köszönhetően még felelhető hamvasréti héja és haris állományok, illetve munkájának is köszönhető a 100 év után hazánkban újra költő daru első költésének bizonyítása és a pár sikeres fészkelése. Ez az esemény 2015-ben országos szenzáció volt, és tavaly újabb sikeres költést tudtunk közösen igazolni. Visszakanyarodva a mai kiállításhoz néhány gondolat a képekről is. Egy kiállítás a fotó számára egyrészt ünnep, másrészt szükségszerű megalkuvás. Válogatás ez csepp a tengerből. Bemutatni néhány képet a sok ezerből, meg annyi élményből, kiragadni véges számú pillanatot nagyon nehéz dolog. Válogatni téma, szín, kompozíció, hangulat alapján, évek munkájából szinte csak ízelítőt adva. Egy-egy fotóban rengeteg munka és fáradtság, ráfordított idő és kitartás, tudás és néha szerencse összefűlik. Az eredményt maguk körül látjuk, a képek önmagukért beszélnek. A válogatás környékünk természeti értékeit mutatja be a természet egy-egy pillanatát kiragadva. Ma, amikor a műholdas csatornákon számtalan nagyszerű természetfilmet láthatunk, talán már jobban ismerjük Afrika vagy a sarkkör állatvilágát, mint saját környezetünkét. Fontos ezeknek megismertetése, szépségük, sérülékenységük, közönség előtt tárása. Mind minőségileg, mind témailag, hangulatilag nagyszerű képeket csodálhatunk ma. Olyan fajokkal, melyeket az emberek is ritkán látnak. Haris, réti tücsökmadár, darufióka, réti és parlagisas, kékbejt, gyöngybagoly, és még sorolhatnám. Egy madárfotós ismerősöm szerint a jó kép készítésében a legfontosabb, hogy ott kell lenni. Akkor és ott felkészültem, hogy a múlandót egy jó képen megőrizzük és újra felidézhessük. Mindezt hőségben, esőben, fagyban, mocsárban, erdőben, sziklán, szúnyogok között, órákon, akár napokon át. Szóval kérem önöket, hogy így nézzék majd ezeket a képeket. Mindezek után Hans Péter barátomnak kívánom ennek az útnak töretlen és hasonló sikeres folytatását, ehhez kívánok erőt, kitartást, szerencsét és jó fényeket. A kiállításhoz az alkotónak szívből gratulálok.
adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra jövő hét pénteken!